Hókáosz, eső, köd és erős szél nehezíti a hálaadást az Egyesült Államokban. Az ünnep miatt mindig milliók kelnek útra, de idén a szélsőséges idő sokak számításait húzta keresztbe. Az ítéletidő 32 államot érint, tízezreknél nincs áram, több helyen a repülőtereket is lezárták, és azt kérték a helyiektől, hogy inkább el se induljanak. Az utakat ameddig csak lehet nem zárják le. Újra megnyitották a Kaliforniát Oregonnal összekötő autópályát, így szerda késő este folytathatták útjukat a hóban elakadt járművek utasai. Volt, aki 17 órán át vesztegelt az autójában. A part mentén a bombaciklonnak keresztelt szélvihar 170 km/órás sebességgel haladt. A hóval érkező szél már majdnem elérte Los Angeles-t, most az ottani autópályákon okoz gondot. Az a cél, hogy járhatóak legyenek az utak és biztonságosak. A biztonság számunkra a legfontosabb. Amint baleset történik, azonnal lezárjuk a forgalom elől az autópályát, és csak azután adjuk át a forgalomnak, ha ismét biztonsággal lehet rajta közlekedni, mondta a kaliforniai közútkezelő. Bár a hónapok óta tomboló erdőtüzeket eloltja a nagy mennyiségű csapadék, több helyen megáradtak a folyók. A hatóságok pedig attól tartanak, hogy a felégetett domboldalakon földcsuszamlások alakulhatnak ki. A Los Angeles-i repülőtéren a hálaadást megelőző és az utána következő egy hétben 3,2 millió utas fordul meg. Ez a metropolis lakosságának 80%-a. A mostani időjárás miatt hatalmas dugók alakultak ki, nem csak az autópályákon, hanem a repülőtéren is. Csak nem 120 járatot kellett törölni vagy későbbre halasztani. Családunkkal Észak-Kaliforniában élünk. Tudtuk, hogy őrület lesz, tehát legalább 3 órával korábban jöttünk ki a repülőtérre, tudva, hogy a hálaadás napja az év legrosszabb napja az utazásra. Rengeteg extra idővel kell számolni, mondta egy utas. Elég nehéz volt eljutni idáig, nagyon nagy volt a tömeg, mondta egy nő, miután több órás út után megérkezett Los Angelesbe. Sokan viszont nem kockáztatják meg a reptéri várakozást, inkább vonattal indulnak útnak. Minden vasúti kocsit munkába állítottunk, hogy elhelyezzük a megnövekedett tömeget. Önkénteseket állítottunk ki az állomásokon, hogy válaszoljanak az utasok kérdéseire, és útba igazítást adjanak. A biztonsági intézkedéseket is növeltük a hosszú hétvégére, mondta a vasúttársaság szóvivője. Az Egyesült Államok nyugati részén az elmúlt 15-20 évben nem volt ilyen nagy erejű vihar. A hóvihar közben az ország középnyugati és északkeleti részén tombol a leghevesebben. Figyelmeztetést adtunk ki Colorado-tól kezdve Wyomingon és Minnesotán át Michigan északi részéig. A 30 cm-es havat 40 km/órás szél hordja. Gyorsan és erősen csap le a vihar, nagyon-nagyon rossz látási viszonyokra számíthatnak, figyelmeztetett egy meteorológus. Az elmúlt napokban több államban is a hóvihar miatt akadozott a légi közlekedés, pedig a hálaadás előtt minden évben rengetegen indulnak útnak, hogy meglátogassák a családjukat. A vihar összesen 32 államban okoz fennakadásokat, és több 10 000 háztartás maradt áram nélkül.